A 90-es évek közepén két felnőtt országos bajnokságot is rendeztek Nyíregyházán, korosztályos OB-nak pedig bő másfél évtizede adott otthont a Sóstói úti teniszcentrum. Hétfőtől két héten keresztül ismét láthatják a legjobb hazai utánpótláskorú teniszezőket az érdeklődők. A 12, 14, 16 és 18 éves korosztályban az egyéni számokban 48-as tábláról indul a verseny, míg a csapatviadalon 8-8 együttes mérő összetudását. Az előzetesen várt 300-350 versenyző úgy tűnik, hogy valóban részt vesz majd a versenyen. Különösen örömteli, hogy a éppen ma kezdődött 14 éves korosztályban, különösen a fiúknál óriási létszámban érkeztek nevezések, közel 70 fő az, aki pályára fog lépni, úgyhogy a 48-as táblához bizony egy komoly selejtezőt is kell rendeznünk, ami egyébként azt gondolom, hogy mutatja a magyar utánpótlás tenisz erejét is. A nyíregyházi versenyzők között vannak éremesélyes teniszezők, de nehéz ellenfeleken kell túljutniuk azoknak, akik dobogóra akarnak állni. A 14 éves korosztályban Varga Viktória jelen pillanatban 6. az országos ranglistán, így neki azt gondolom, hogy komoly esélye van arra, hogy akár dobogóra is álljon a megmérettetésen, de hát tudjuk, hogy ez egy országos bajnokság, nagyon komoly ellenfelei lesznek, de talán a legjobb eredményt tőle várhatjuk a 14 éves korosztályban. Mellette a 14 évesek között Juhász Bence fog pályára lépni, aki most egy megnövelt edzésszámmal készül a versenyre, és azt gondolom, hogy tőle a 8 közé kerülés az egy nagyon szép eredmény lenne. Az idősebb korosztályokban a 18 éves fiúknál a Becser Dominik, Toma Henrik páros évek óta meghatározó szereplője a korosztályos teniszéletnek. Tőlük is azt gondolom, hogyha a sorsolás kedvezően alakul, akkor egy dobogóra számíthatunk. A nyitónapon közel 70 mérkőzést játszottak, a folytatásban pedig napi mintegy 100 találkozót láthatnak a szurkolók a Marsó Teniszcentrumban.